amikor szoktam mondani, jó itthon lenni, úgyhogy bízok benne, hogy tudtam valami újat mondani, vagy legalábbis valami érdekeset. Rendben volt, és jól éreztem magam. Azt hiszem, megvilágosodtam. Vagy talán nem is megvilágosodtam, csak teljes képet kaptam a magyar labdarúgás problémáiról. Eddig rossz úton jártam, kritizáltam az MLS-t, kritizáltam a klubokat, pedig a probléma gyökere nem is annyira ezekben van, hanem az edzői igénytelenségben. Egy hét alatt edzőképzéseken vettem részt, mint külsős, és sajnos megdöbbentőek a tapasztalataim, mekkora tudáshiány van. Eddig azt képzeltem, hogy a magyar edző jó, kreatív, de a sok irányvonal között elvész a józanész, pedig nem. Az átlag magyar edző szarik az egészbe. Nem mindenki, de a legtöbb igen. Hol van már az az edző társadalom, akiknek számítanak a klubszínek és az igény, hogy megmutassák, hogy ők jobb tanítványokat tudnak kinevelni? Itt már az edzői társadalom legtöbb tagja kiégett, megcsömörlött, megélhetési edző, akik, és ezt saját fülemmel hallottam, büszkék arra, hogy nem olvasnak, nem tanulnak, mert 25 év, 30 év edzősködés után nehogy már valaki megmondja nekik a tutit. Mindenki, aki kritizálni mer, közellenség, mert külsős és ebbe a zárt közösségbe nem való, mert ha csak pár percre belelát, rögtön rájön, hogy az egész csupán szemfényvesztés, és kiderül, hogy az edzői társadalom java része csak és kizárólag a jól fizető munkáját akarja megőrizni, és ebbe fekteti minden energiáját, nem a saját képzésébe. A minapi konferencián az 500 megjelent edző közül 6-nak jutott eszébe kérdezni, és azoknak a fele is olyan volt, mintha egy egyszerűbb szurkoló tette volna fel. Edzőink döntő többségének az alapfogalmak is gondot okoznak. Figyük sincs arról, mit jelent a klub filozófia, amiben ugye egy sportközösség közös gondolkodása és a szakmai iránya is beilleszthető. Érzékelik, hogy valami nincs rendben, de nem látják a fától az erdőt. Csak azt látják, hogy a taón felhízlalt fizetésük és közéjük akar valaki állni, aki megkérdezi, hogy öcsém, megérdemlette ezt az egészet? Eddig tévúton jártam, mert nem csak az MLS a hibás, és tudom, nem minden edző olyan, mint akiről beszéltem. De látni kell, hogy itt kezdődik minden. Nem csak a játékosaink, az edzőink is elveszítették a fonalat. Elveszítették a motivációt, és nekünk szurkolóknak, bloggereknek is azt fáj a legjobban, hogy a szerelmünket, a szenvedélyünket áruba bocsátották, és kiégett, lelketlen, alkotni képtelen emberek kezébe adták. Akik a labdarúgást már belső ügyként, megélhetési cégként kezelik, és nem látják belterjes tevékenységük okán, a külső impulzusok hiányában korszerű, senkinek sem kellő termékké silányították azt, amiért rajongott a félvilág. Tudom, hogy nem mindenki ilyen. És vannak ma is lelkiismeretes, a futballnak mindent alárendelő edzők. És azt is látni kell, hogy van egy fiatal, tenni akaró generáció, aki nem lesz tanulni szakmát és nyelvet. Bennük van minden bizodalmam, csak hát lassan 50 éves vagyok, és még 30-40 évem nem nagyon van kivárni a feltámadást. De attól félek, hogy a magyar labdarúgásnak sincs ennyi, ha minden így marad. Na, jó itthon lenni, úgyhogy bízok benne, hogy tudtam valami újat mondani, vagy legalábbis valami érdekeset. Rendben volt, és jól éreztem magam. Hogy látod, nyitottak voltak az edző kollégák erre a szemléletre, erre a gegenpressingre? Hát azt tőlük kell megkérdezni, de én úgy gondolom, hogy érdekes volt az, amit előadtunk, úgyhogy bízok benne, hogy egyre többen fogják alkalmazni. Nekem nagyon tetszett, nagyon dinamikus gyakorlatokat mutattál itt a srácoknak. Hogy látod ezeket a srácokat, mennyi idő alatt lehetne rászoktatni erre a fajta játékra, amit te képviselsz? Szerintem ez hamar el lehet sajátítani. Én úgy gondolom, hogy ez csak egy olyan edzésmunka kell hozzá, ami alapján az a dinamika, az visszatükröződik. Természetesen egy játékosnak fel kell épülnie ahhoz, hogy ezt húzamosabb ideig tudja alkalmazni, de abszolút megvalósítható ez Magyarországon, úgyhogy nincs ezzel gond. Meg hát, ahogy látom, ez működik is, úgyhogy vannak olyan csapatok, hogy abszolút tényleg jó nézni a játékokat. Nincs ezzel gond. Ez csak egy pici segítség tud lenni, hogy esetleg, hogyha valaki tud belőle meríteni, akkor én annak örülök. Mi ezt úgy látjuk, hogy végre egy kicsit jó út felé kezdett el indulni az MLS.
azzal, hogy akár téged is előadónak meghívott, ezt hiányoltuk is már levélben is. Hogy látod a szakmai... Ti árultatok hozzá. A szakmai bizottság, aminek a feladata lesz a magyar labdarúgás útjának a kijelölése, ebben a munkában részt vennél-e? Nézd, az ember, hogy nem kértek föl rá. Most amikor kérdezték azt is, hogy jönnék-e haza Magyarországra. Hogyha az embert nem hívják, nem jön. Oda, ahova nem hívnak, nem mész. Most nincs ez a semmi gond. Vannak azért, akik ezt meg tudják oldani, úgyhogy nincs ez a semmi gond. Úgyhogy nem ezen múlik, hogy én ott vagyok-e vagy sem. Amikor itt voltam, akkor is úgy gondolom, hogy bebizonyítottuk az elején, hogy működött. Utána az, hogy volt egy ilyen kisiklott hónap, az már egy megint más történet, sok érdekes sztorival. De... miért ne? Hát ahol az ember olyan munkát kap, azt mindig szívvel lélekkel próbálja a legjobb tudása szerint megoldani. Drukkolunk, hogy itt találj munkát minél előbb, és kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok. Örülök, hogy itthon vagy. Köszönöm, én is nektek. Túl vagyunk ezen a képzésen, Bódog Tamás, a Gegenpressing játékfilozófia. Miben állapodtunk meg, hogyan apostrofáljuk ezt a gondolkodásmódot? Hát valójában ez nem játékfilozófia, ként indult, hanem gyakorlatilag játékkoncepcióként indult, és ha ezt játékkoncepcióként folyamatosan alkalmazom, akkor filozófiává válik. Tehát ha egy adott mérkőzésekre alkalmazom ezt az akármit, ezt a gegenpressinget, akkor még csak játékkoncepció, ellenben ha ezt folyamatosan alkalmazom a csapat játékánál, onnantól kezdve filozófiává válik, stílussá változik a dolog. Azon gondolkodtunk végig, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot a tradicionális magyar stílusba be lehetne illeszteni, illetve annak az upgrade-elt változatába. Hát figyelj, a válaszom a következő. Tehát a magyar tradíciónak ugye a kulcsgondolat az volt, hogy többfajta stílus jelenítődött meg a játékban. Tehát ott annak, nem csak annak a játéknak volt létjogosultsága, amit az aranycsapat játszott, abban az Orci Valvi Pista bácsit mondták, hogy abban az ő időben, abban az időben a védekezést, hogy ragyogan megszervezte, az egy kimondta ütőverő csapat volt. Futballozni nem tudott, ellenfél játékát tönkretette. Tehát valójában a bármelyik stílus illeszthető a magyar tradíció játék elméletében, a lényeg az lenne, hogy ami közös tulajdonság ezekben a különböző stílusokban a játékosság és a szellemesség. Ugye itt a Bódog is elmondta, hogy vannak a mérkőzések olyan periódusai, amikor ezt a magasatolt pressinget nem lehet játszani folyamatosan, mert a csapat fárad. De akkor jön a labdatartás, tehát jön az a rész, az a játékosság része, amikor azért egy pihenő fázisként van a játékban, hogy utána újult erővel tudják megszerezni a labdát. A szellemesség, az meg a játéknak a szellemi tartalmának az ularása, az meg egyértelműen illeszthető ez a fajta játékhoz, hiszen nem lehet össze-vissza szaladgálni, meg vannak különböző vezérlő jelé a játéknak, ami az együttmozgást indítja, vagy leállítja, illetve a labdaszerzésnek, a labdaszerzés pillanatának a különböző jeleit jól kell olvasni, hogy a csapat meg tudja szerezni a labdát. Azért. Na figyelj, ez az a magyar futball az alaphelyzet, hogy abszolút támadó futball volt. Tehát vagy a labdát támadta, vagy a kaput támadta. Ez egyik dolog. A másik, amit az izzadjon labda egy korrekció, mert ugye ez Albertnek a tanítása, valójában ez úgy zajlott le a Fradinál, hogy az elején ő lerohant az ellenfelet, bevert 2 gólt, 2-0 volt a Fradinak, és akkor azt mondta a Flóri, izzadjon a labda. Tehát elkezdték körözteti a labdát, csak az, hogy fárasszák az ellenfelet, hibára kényszerítsék, és esetleg újabb gólokat verjenek be. Tehát különösen a Ferencváros játék stílusában ez a fajta leruhanásos, labdaszerzéses, magasatolt, pressinges játék, ez teljesen illeszthető ez a dolog. Ugyanúgy, ahogy a Bódog ugye Diósgyőrben volt, ugye én azt Észak-Magyarország Ferencvárosának tartom, Diósgyőr csapatát, tehát abban a kultúrában ez teljes mértékben illeszthető. Egyébként csak hogy szinkronban legyenek a dolgok, ugye ők úgy tanítják, a németek, 5 másodperc letámadás labdavesztés után, utána 10 másodperc vagy 8 másodperc a támadás befejezés. De ez a Barcelonánál szabályként úgy működik, hogy labdavesztés 5 másodperc letámadás, és utána kötelező a 15 passz. Tehát ő a labdaszerzés utáni részt máshogyan oldja meg a Barcelona. De a labdaszerző része az ugyanaz. Tehát illeszthető a tradíció. Sajnos, hát órákig tudnál természetesen beszélni továbbra is. Hogyan látod ez a fajta bemutató, ez nyitott szemekre, fülekre, értelmekre talált itt a edzők között, vagy továbbra is tovább folyik ez a magyar labdarúgás nevű dolog? Hát, ha pozitívan állunk hozzá, akkor azt tudom kihangsúlyozni, hogy már volt olyan edző, aki jegyzetelt.
Mondjuk találtam egy ilyen 5-6-8 embert, de ugye a többi csak némán nézegette végig, meg még videózni is, szerintem csak mi videóztunk ketten, senki más az égett a világon, talán egy-két ember telefonnal. Tehát valójában itt úgy jönnek be emberek, hogy kreditpontért, esetleg kérdeznek valamit kreditpontért, de összefüggésében nem jegyzetelnek. Sőt, ott mögöttem duruzsolt valaki, hogy jó, ez a gyakorlat, de nem ennek meg annak, tehát mindig a kifogásokat mondják, hogy mi miért nem jó. Tehát itt is lehetett látni, a vasas játékos nem találkozott a gyakorlattal, de 10 perc után már működőképessé kezdett válni a dolog. Tehát kevesebb hibával, több sikerélménnyel hajtották végre. Tehát csak oktatni kell folyamatosan, és annak megvan az eredménye. Azt tartottam furcsának, hogy a kérdések, ugye Sisa Tibor felszólította az edzőket, hogy kérdezzenek, és hát bizony az edzői kérdések nem nagyon ütötték meg egy jó gondolkodó szurkoló véleményét sem. Úgyhogy én nagyon meglepődtem, hogy szinte alig hangzott el szakmai kérdés. Hát én is. Inkább fordítva. Én nem lepődtem meg. Én azon meglepődtem meg egyáltalán, hogy kérdeztek valamit, mert általában nem szokás kérdezni. Különösen ilyen nagyobb konferencián, általában mindenki csendben marad. Hát, hogyha nagyon összeszedtem volna magam, akkor lehet az éves 45 kreditpontot összeszedtem volna itt kérdésekből. Hát ez biztos, mert a Boldognak föltettél legalább 10 kérdést, az már leve 20. Úgyhogy meg nekem másik 10, tehát meg lenne 40, tehát nem lenne ezzel probléma. Próbáljuk lezárni ezt az egészet. A pozitív üzenet az az, hogy végre elkezdjük behozni talán azt a fajta tudást, amihez a mi magyar edzőink külföldön hozzájutottak, és végre esetleg rájövünk, hogy a tudásnak az iparágon belül fontosságot kéne tulajdonítani, mert ma jelenleg ott tartunk, hogy a tudásnak nincs létjogosultsága a magyar futballban. Tehát nem azok az edzők kerülnek pozícióba, akik tudnak valamit, hanem azok, akinek éppen olyan politikai vagy baráti kapcsolata van, vagy ismeri a nem tudom kicsodát, vagy éppen valami gazdasági összefüggés van a vezető és az edző között. Tehát a lényeg, hogy a magyar edző nem azt látja, hogy érdemes tanulni, hanem azt látja, hogy érdemes kapcsolatot építeni. Nem sikerült annyira pozitív. De ez pozitív, mert ez pozitív, mert az edzőnek időt szabadítunk föl neki, tehát már a tanulás az időbe kerül, tehát ezzel csak időt szerzünk az edzőnek, hogy ne tanuljon, hanem próbáljon kapcsolatot építeni. Ilyen értemben ez egy pozitív kicsengés. Az egy dolog, hogy a magyar futball egy métert nem fog ettől előrelépni, de jövőképet az olyan embereknek, akiknek a gerincük hajlékony. Hát köszönöm szépen, én azért bízom abban, hogy melletted és Boldog Tamás mellett mások is kapnak majd lehetőséget a magyar labdarúgás feltámasztására. Köszönöm a megkeresést, Józsi. Hajrá! Hajrá!